Nőnap alkalmából egy zenés estre invitálta a hölgyeket Bonyádváros önkormányzata. A rendezvény helyszíne, a városi sportcsarnok zsúfolásig megtelt a meghívást elfogadó nőkkel. Az esemény alkalmával köszöntő beszédét Richard Wagner szavaival kezdte a város alpolgármestere. Az élet zenéjét a nők adják, akik őszintén minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. Az életünk minden szinterét betöltő női jelenlét hihetetlen gazdagsággal ajándékoz meg minket, férfiakat. Az önök méltatására nem igazán elegendő az idő, amit számomra szabtak, ezért engedjék meg, hogy csak felsorolásszerűen tegyem egymás mellé azokat a szavakat, amik eszembe jutnak, ha önökre pillantok. Édesanya, nagymama, dédi, feleség, lány, barátnő, szépség, báj, kellem, lélek, dallam, tánc, szerelem, szeretet, okosság, kiegyensúlyozottság, biztonság, erő, otthon, étel, ágy, önfeláldozás, önátadás, megértés, bizalom, hűség, melegség, gyengédség, ölelés. És még hosszan sorolhatnám, és önök bizonyára magukban még számtalan fogalmat hozzá tudnak tenni az én felsorolásomhoz. Ahogy minden évben, idén is megünnepeljük ezt a különleges napot, amikor a nők szerepét és jelentőségét ünnepeljük. Az elmúlt évek azonban kihívásokat hoztak számunkra, amelyeket együtt kellett leküzdenünk. Olyan évek voltak ezek, amelyben az egész világot megrázta a Covid-járvány, mely hatással volt az életünk minden területére. A nehézségek ellenére a városunkban élő hölgyek megmutatták, mennyire erősek és kitartóak, hogy alkalmazkodni tudnak a kialakult helyzethez és a járvány okozta új feladatokkal, amely a családokra nehezedett, is meg tudtak küzdeni. A gazdasági válság, a háború, az infláció és az energiaválság mind-mind kihívást jelentettek számunkra, de mindig sikerült együtt megoldani a felmerülő akadályokat. Ahogy a közösségünk egészének ereje, úgy a hölgyek hozzájárulása is kiemelkedő volt. Drága hölgyek, nagy megpróbáltatások idejét éljük, ezért még sokkal nagyobb szükségünk van azokra az alkalmakra, ahol együtt ünnepelhetünk, kikapcsolódhatunk, megtisztelhetjük szeretteinket egy csokor virággal, egy öleléssel, egy felhőtlen szórakozást ígérő koncerttel. Mindezzel jelképezni szeretnénk, hogy világunknak különösen nagy szüksége van a női lélekre alapozott empátiára, egyensúlyra, törekvésre és jótékonyságra. A nők szerepe pótolhatatlan a családok összetartásában. Jókai Mór szerint a nők tudnak látni anélkül, hogy oda néznének. Félve jegyzem meg, hogy ennek a férfiak nem biztos, hogy örülnek. Mégis igaz a mondás, mivel sokkal többet lehet látni a világból a szív és a lélek által. Ez a különleges tulajdonság emeli fel igazán a női nemet arra a szintre, amellyel az élet továbbvitelének kegyelmét birtokolja. Nem hiába mondja Exupéry a kishercegben. Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A nők, ha boldogok, vidámak, szellemesek, ragyogók, ilyenkor égig ér a lelkük. Nekünk, férfiaknak fel kell ismernünk ezeket a pillanatokat, mert így tudunk csak részesülni a női lélek csodálatos kisugárzásából. A közélet, a tudomány, a politika és a gazdasági élet szereplői között is egyre több kiemelkedő tehetséget és teljesítményt tapasztalhatunk a nők részéről. Köszönettel tartozunk ezért, hiszen a családi teendők mellett a különböző területeken végzett felelősségteljes munkában is helytállnak. És hogy miért teszi széppé és érezhetővé a nő a világunkat? Mert a nő a férfi társa,
aki annak ellenére, hogy egészen más, mint mi, mégis elválaszthatatlan tőlünk. Egy másik ember, akinek ugyanazt jelenti az élet, a szeretet, a gondoskodás, mégis valami egészen mást alkot belőle, mint mi, férfiak. Önök tisztelt hölgyek, lányok, akiknek megadatott ez a tudás, és akik egész más szemmel tekintenek a világra, szépséget, harmóniát és biztonságot hoznak mindennapjainkba. Sem a férfi, sem a nő nem élheti meg igazán ezen mindennapok teljességét a másik nélkül. Önök anyaként, feleségként, munkatársként és ki tudja még hányféle módon hordozzák ezt a felelősséget. Ma, amikor nőnapon megállunk egy pillanatra önök előtt, mindennek csupán a töredékét vagyunk képesek elmondani, mégis fontos, mégis szép ez a nap. Fontos, mert emlékeztet, elgondolkodtat, és szép, mert alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk a mindennapokban megélt törődésért, szeretetért. Kedves bonyhádi hölgyek! Kívánok önöknek jó egészséget, harmonikus családi életet, sikeres és boldog gyerekeket. Kívánom, hogy az elkövetkezendő órában érezzék jól magukat, hogy feltöltődve folytathassák mindennapjaik fárasztó, de felemelő példaértékű munkáját. A nőnapi rendezvény alkalmával Berecki Zoltán zenés műsorával gondoskodott róla, hogy minden lány, hölgy, asszony lelkileg feltöltődve térjen haza családjához.